szépen! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzetvédelmi Szabad Egyetem Alapítvány nevében a Magyarok Országos Gyűlésének sajtótájékoztatán a sajtóképviselőit és a kedves vendégeket, akik megtiszteltek minket a jelenlétükkel. Beszeretném mutatni a sajtótájékoztató résztvevőit. Kertész Péter, a Nemzeti Történelmi Emlékparknak az igazgatója, és Vukics Ferenc, a Nemzetvédelmi Szabad Egyetem Alapítványnak az alapítója. Jó magam pedig Németh Henrik vagyok, az alapítványnak a kuratóriumi tagja. A Magyarok Országos Gyűlése mindig fontosnak tartotta, hogy a nemzet válságálló képességében részt vegyen, annak fejlesztésében. Fontosnak tartjuk, hogy az egyén, a közösség és a nemzet a jelenkor kihívásaira megfelelő válaszokat tudjanak adni, és ehhez szellemi-lelki otthon biztosítsunk a rendezvényen. Idén a Családpolitika 2.0-át fogjuk kiemelni a rendezvény témái között, mert úgy gondoljuk, hogy a családoknak tovább kell erősödni, sőt, a gyermeknevelésben vissza kell szerezniük azt a méltó helyet, ami mindenkoron betöltötte az emberi társadalmakban a gyereknevelés szempontjából mindazt, ami a felnőtté válásra segíti gyermekeinket. Továbbá szeretnénk, hogyha a civil közösségek is nagy erőt fejtenének ki annak érdekében, hogy a kívánt gyermekek szülessenek meg, és az iskolával összhangban komoly társadalmi és nemzeti eredményeink szülessenek ebben a témában. A rendezvény augusztus 11 és 13-a között kerül megszervezésre itt Ópusztaszeren a Nemzeti Történeti Emlékparkban. Nagyon fontos, hogy a három napra 18 éven felüliek támogatói egy ellenébe tudnak belépni, aminek az összege 5000 forint lesz a teljes három napra, viszont 18 éven aluliaknak teljesen ingyenesé szervezzük a rendezvényt. Továbbá, aki több napra érkezik, azoknak a kempingben tudunk sátorhelyet, lakókocsi helyet biztosítani, valamint fontos azt is elmondani, hogy akik nem tudnak végig a rendezvényen részt venni, vagy esetleg nem tudnak eljönni valami oknál fogva, azoknak élő közvetítéseket is szeretnénk biztosítani, hogy lélekben mégis velünk legyen. Az Emlékpark programja a korábbi évekhez hasonlóan a Szabad Egyetem előadásaiból, kerekasztal beszélgetéseiből fog állni, a biztonságpolitikai, kulturális, egyéb történelmi előadásokban vitatjuk meg a magyar múlt, jelen és jövő kérdéseit. Szeretnénk a vendégközösségeink számát is tovább gyarapítani, ahol saját programokkal jelennek meg folyamatosan. Kézműves vására hívjuk azokat az érdeklődőket, akik valódi magyar értékes termékeket szeretnének vásárolni, vagy éppen eladni. Elég kedvező feltételeket igyekszünk biztosítani. Továbbá a gyermekprogramok, a családi neveléssel kapcsolatos programoknak a számát fogjuk nagyon jelentősen megnövelni annak érdekében, hogy minél több kulturális értéket érhessenek haza az ide látogatók. Köszönjük szépen Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár úrnak, hogy elvállalta a fővédnökséget. Köszönjük társszervezeteinknek, vendégközösségeinknek, önkénteseinknek, hogy már most az előkészítő munkákban nagyon sok áldozatos munkát végeznek el, és hogyha bármilyen egyéb kérdés felmerül, akkor szívesen állok rendelkezésre. Most pedig kérem akkor igazgató urat, hogy egy pár szóban méltassa a rendezvényünket. Köszönöm szépen, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon jó hallani, hogy az idén a Családbarát Múzeumban tulajdonképpen, hiszen mi már nagyon régóta megkaptuk ezt a Családbarát címet tulajdonképpen, és ennek már több fokozatát is. Igazából a családok lesznek kiemelve, hiszen az Emlékpark már nagyon régóta támogatja tulajdonképpen azt, hogy a magyar családokról több szó essék, hiszen nagyon fontos. És azt gondolom, hogy mi is itt egy nagy család vagyunk, és most már a Magyarok Országos Gyűlésével is egy nagy családot alkotunk.
vagyunk itt, és azt gondolom, hogy ebben a három napban itt mindig megjelenik a maga a haza tulajdonképpen. Volt is egy ilyen régi szlogán, hogy opusztaszer hazavár, de igazából most azt mondom, hogy a Magyarok Országos Gyűlése az itt ilyenkor, ahol maga a haza megjelenik, és ez a fogalom, és ide most már mindenki hazatér, én azt gondolom, hiszen visszatérő vendégeink vannak itt évről évre, és minél többen jönnek el. Én csak azt szeretném kiemelni, hogy nagyon-nagyon sok szeretettel várjuk a családosokat, hiszen számos olyan pont van az emlékparkban, ahol ők is jól tudják majd érezni magukat, és például tavaly adtuk át a baba-mama szobánkat, ahol a legkisebbeket is az anyukák el tudják látni, hogyha arról van szó, akár el tudják altatni, van altatóhintától kezdve minden, úgyhogy érdemes lesz eljönni mindenkinek ebbe a három napba, hiszen itt olyan színes kavalkád van, amikor az ember körbenéz, és annyira jól lehet érezni magunkat, hogy innen bizony senki nem akar hazamenni, mert itt találja meg abba a három napba a hazát. Úgyhogy én örülök ismét, hogy nálunk rendezitek meg ezt a rendezvényt. Nagyon szépen. Nagyon szépen köszönöm igazgatónak a méltatást. Mi nagyon szívesen jövünk ide, mert tényleg otthon vagyunk, és most is itt a enyhe fuvalatban, a madárcsicsergés közepette, az egy elképesztően jó hely, ahol az ember fel tud valamilyen úton, módon töltődni, és szerintem jó is, hogy most a szabadban vagyunk. Akkor, amikor 2018-ban újraindítottuk a rendezvényt, akkor arra törekedtünk, hogy a magyar civil közösségeket azért közelebb hozzuk egymáshoz, és a vírusjárvány után az újrakezdésnél nagyon messziről kellett újból indulni. A tavalyi évnek az volt a célja, hogy a találkozás újból sikerüljön, ez sikerült. Az idei évnek az a célja, hogy jobban megismerjük egymást újból, és a következő évre pedig azt tervezzük, hogy az együttműködésnek a lehetőségeire próbálunk majd mindenképpen fókuszálni, és hogy mennyire függ össze a haza meg a család, erre próbálnék néhány gondolatot, ebben kapcsolatban próbálnék néhány gondolatot megosztani. Egy igazi nemzetállam, a valódi haza, az úgy működik, mint egy jó család. Mert egy jó családban a szülők mindent megtesznek annak érdekében, tudásuk, anyagi lehetőségeik, lelki erőjük függényében, hogy a gyermekeiknek jobb és szebb élet jusson. Azért mozgósítanak mindent, hogy a következő nemzedéknek egy szebb és egy emberibb élet jusson. A igazi haza ennek a kibővített változata, amikor mindannyian úgy tekintünk minden megszületendő magyar gyermekre, tényleg, mintha királyunknak nevelnénk őket, hogy az a legfontosabb szempont mindenkinek, az országban lévőknek, mint egy régi, jó magyar faluban, ahol mindenki figyelt a többieknek a gyermekeire, ne essen bajuk, hogy meg tudjuk győzni a mi fiataljainkat arról, hogy itt szeretik őket a legjobban. És amikor arról beszélünk, hogy család, most nagyon sok család esett szét itt az elmúlt időszakokban, egy más világrend fejti ki a hatásait, és nagyon sokan döntenek úgy a fiatalok közül is, hogy elhagyják ezt az országot, és azt próbáljuk megfogalmazni, hogy nekünk annyira kell tudnunk szeretni egymást, hogy eszünkbe se jusson innen elmenni. És ennek a szeretetnek egy műhelye, ez itt most Ópusztaszeren a Magyarok Országos Gyűlése, ahol a régi nagy történelmi emlékeink között tudjuk ugyanezt megtenni, és ez összeköt bennünket az elődeinkkel, mert nem csak a körülöttünk lévő másik magyar embert, nem csak a férjemet, a feleségemet, a gyermeket, a szüleimet, a barátaimat kell szeretnem itt Magyarországon, vagy a nemzettársaimat, hanem azokat az embereket is, akik valamikor ezért az országért dolgoztak, és vérüket, verejtéküket tulajdották azért, hogy mi itt lehessünk, és mi tehessük a dolgunkat, de szeretnünk kell azokat is, akik még nem születtek meg, akik ezután jönnek el, és ezt a magyar sorsközösséget folytatni fogják, és úgy gondolom, hogy a Ópusztaszer egy elképesztően fontos és méltó helye annak, hogy a magyar folytonosságot, a múlt, a jelen és a jövő magyar folytonosságát biztosítsa. Ópusztaszerre eleink annak idején azért gyűltek össze, hogy szerétejtsék dolgaiknak, és mi újból szerét szeretnénk ejteni a dolgainknak, és ezek a szellem
a lélek és a test dolgai, és az itt lévő programokkal azt próbáljuk biztosítani, ez a hármas egység, ez együtt működjön, és a legnagyobb élményem nekem mindig az, amikor a rendezvény valamelyik napján, úgy este felé azt látom, hogy az emberek összeülnek, és hosszú-hosszú órákon keresztül beszélgetnek, vannak együtt, és igazából nem is akarnak lefeküdni, mert egy ilyen értékes napot, ahol sok értékes magyar emberrel együtt lehet tölteni az időt, azt felesleges alvásra fecsérelni. Hosszú éveken keresztül sokan mondták azt, hogy az a néhány nap, amit egy magyarok országos gyűlésén töltöttek, az feltöltődést, lelki feltöltődést ad egész évre. Én reménykedem benne, hogy a mostani rendezvényünk is alkalmassá tesz bennünket majd arra, hogy ezeket a lelki a hátizsákba, ezeket a lelki útravalókat megint oda tudjuk adni, hogy mindenki odahaza a saját családjába, a saját közösségébe, a saját településében egy éven keresztül feltöltődve, megerősödve tudja folytatni azt a munkát, ami ennek az országnak és ennek a nemzetnek a továbbélését elősegíti. Nagyon szépen köszönjük, hogy újból itt lehetünk. Köszönöm szépen. Valóban a Magyarok Országos Gyűlését önkéntesek szervezik, önkéntes emberek adományaiból tudjuk megszervezni, úgyhogy felhívok minden érdeklődőt, hogy a www.mogy.hu-n, illetve a közösségi oldalainkon keresse a Mogyot, csatlakozzon akár a szervezésbe, önkéntesnek, bármilyen úton, módon, vagy csak látogatóként jöjjön, látogasson el családjával, és sok örömet igyekszünk cserébe biztosítani. Én ezennel köszönöm szépen, hogy a sajtótájékoztató ránk eső részét megtarthattuk.